Zoltán Tamás vagyok, rengeteget olvasok és rengeteget beszélek, például most is. Hello and welcome! Egy egészen különleges videót hoztam mára neked, mert egy könyvről lesz benne szó, az is hát furi állapotban lesz. A könyv gyűjtéshez, meg a könyv mentéshez nem csak az tartozik hozzá, hogy lepucoljuk ezeket a bizonyos könyveket, de van, amit hát meg kell menteni. Na most mutatok egyfajta módszert. Nem profi könyvkötői módszer, kérlek szépen, hogy ne fikázz majd itt a hozzászólásokban, de számomra ez most egy tökéletes megoldás lesz, gyere, nézd meg! Kosáriné Réz Lola, a Boszorkányvár című regénye van a kezemben, ez 1933-ban jelent meg a Zinger és Wolfner Irodalmi Intézet RT kiadásában, ahogy látszik. 1933, és hát láthatóan megviselte az időnek a vasfoga. Igen, ez egy gyerekkönyv, és így előfordulhat, hogy gyerekek össze is firkálják. És hát előfordulhat, hogy a borító leválik, hogy az ívek konkrétan már kiesnek belőle. Itt is firkálás, még benne van az Atticus Antiquarium vonalkódja onnan származik, de mindezt egybevetve ez egy egészen jó állapotban levő könyv. De hát látjuk, hogy lesz vele mit tenni. Én azzal kezdeném, hogy természetesen a teljes könyvtestet lebontanám ívenként. Aztán majd újra kell varni, és újra kell kötni. Lehet, hogy nem ártana levágni is, de azt látom, hogy egyébként nem annyira borzalmas az állapot, ahogy ezt vágjam. És hát vannak benne, mint látjuk, hiányok is itt a borítón, ez nem ott szamárfül. És hát ezzel a firkával itt valamit majd kezdeni kell. És a gerinc is hiányos, ahogy látjuk. Az a mázli ezzel a kötettel, hogy ez mindössze 47 oldal, tehát nem lesz egy nagy meló. Belecsapunk. Ahogy mondtam, az első lépés az, hogy ívekre kellene bontani, ugye 8 oldalonként van itt az ívezés, látod? Ez így egy ív. Ő már szét is esett. Megkeressük a közepét az ívnek, ami itt van. Így, hogy a kamera eltakar, így nehezen mozgok. Nem nagyon kell vágni, mert málik szét az egész. Az aljára lett ragasztva. Kongom. A felesleges cérnákat leszedjük róla. Még ez a legkönnyebb része a gyógyításnak. És ez itt már a vége. Most gondolj bele, hogyha háború és békét kellene így újra kötni, ami nem 48 oldalból áll. Oké. Ez maga a könyvtest, egy külön, és akkor, hogyha az ember profi munkát akar végezni, akkor egy vágógéppel ugye a széleket lemetszi. Ezt én most kihagyom, mert nem tűnik annyira borzasztónak. Jönnek a firkák, most ezzel a borítón levő firkálással nem kell foglalkoznunk, majd meglátod, hogy miért, de hát itt azért vannak olyan elemek, ami valahogy eltüntetésre szorul. Az a kérdés, hogy ez lejön-e radírral, gyanítom, hogy nem.
Vagy csak a nagyja? Hát, szó-szó. Igen, ez a piros, ez valami. Lesz mit radírozni. Valamit kell kezdenünk ezzel a borítóval is, mert hát eléggé koszos-maszatos. Mutatom a titkot. Ez a patikában kapható 70%-os alkohol, ami azért is jó, mert tisztít a foltoktól, másrészt pedig, ha netán penész pöttyök lennének rajta, akkor ez az egyetlen módszer, amivel ezt el tudod tüntetni. Nézd csak, mennyi maszat van rajta. Hát ne várjuk, hogy ez egy csodálatosan ragyogó borító lesz, mint mondtam, 1933-ról beszélünk, de ha tisztává tudjuk varázsolni, már az valami. Ezt itt hosszan most törölgetjük. Haladunk tovább, már előrébb vagyok, mint ti. Az történt, hogy mivel ez egy vékony kis füzetke, a varrást én ezúttal tűzéssel oldottam meg, így nem kellett varni, és ha összetűzted az egészet, akkor egy ilyen filmoplaszt szalaggal mutatom, így néz ki, ezt kifejezetten ilyesmire találták ki, meg tudod ragasztani, nem látszik, mert átlátszó. Hát ez a rózsaszín színes ceruza, vagy zsírkrétes sajnos nem jött le, de a ceruza rajzok, igen. Oké, megvan így egyben a könyvtest. És akkor jön a rafkó, amivel szintén előrébb vagyok. Választasz egy bármilyen kartont. Most ne ijedj meg, hogy ez ilyen hullámos, mert majd természetesen alakul még friss benne a ragasztó. És sima csomagoló papírból, vagy bármilyen színűből, hiszen ez lesz majd a belső borítója, csinálsz, ráragasztod. Úgyhogy legyen egy kis fülecske, mert oda jön majd bele maga a könyvtest. Mondom, ne ijedj meg, hogy ez most ilyen hullámos, majd megszárad. Milyen ragasztót használok? Szerintem ez a legjobb. Várjál, próbálom így mutatni. Ezt, hát, lehet, hogy így látszik. Planatol. BB. Ezt hívják, vagy ezt használjuk igazából enyvnek. És akkor most próbálom mutatni, bár így most elég szerencsétlen állapot lesz ez, hogy köztem van egy kamera. Tehát, hogy ezeket a... Hogy vagyok? Így vagyok. Magát a gerincet. És a, ezeket a kis fülecskéket szépen bekenem enyvel vagy ragasztóval. Jó lenne, ha a belső ívben nem lenne maszatos. Oké. Látszik ebből bármi? Gondolom, igen. Jó. És akkor gyorsan jön maga a könyvtest. Amit próbálunk minél óvatosabban bele bigyenteni. És ugye ez a fülecske jön ide rá. Amit ugye elegyengetjük, ne félj. És ott is rájön a fülecske. Vajja, egyengetem, aztán jövök. Most jönne az a mozdulat, hogy beteszed ezt a könyvecskét a présgépbe, de mivel nincsen présem, ezért nálam ott alatta, ez alatt a karton alatt préselődik. Ugye, tudtam én, hogy egyszer használt veszem ezeknek a marha nagy szikladaraboknak. Ebben itt legalább egy éjszakán át pihenget. Na kérlek, hogyha ez itt szépen kipihente magát a prés alatt, látod? Már nem is olyan gyűrött az egész. Így néz ki. Akkor jön a következő lépés. Mondtam, hogy ezzel itt a borítón levő firkával nem kell különösebben foglalkozni, mert eltűnik mindjárt.
Ezt itt szépen körbe kell vágni, annyira, amennyire lehetséges. Itt ugye hiányzott egy sarok, az a lényeg, hogy medzd körbe, annyira sikerült megtisztítani, de ez itt már nem baj. És akkor jön az, hogy visszakapja az eredeti borítót, mert ezt itt most mindjárt aranyosan és ügyesen ráragasztgatjuk. Megint jön az enyv, barátunk, és ezt szépen ráragasztgatjuk. Na, ennyit a ragasztásról. Hogyha nagyon tré állapotban van az eredeti borító, vagy nagyon vastag papírból készült, akkor kicselezheted ezt az egészet, mert ha van ott hon szkenered, vagy bemész egy kopiguruba, akkor egyszerűen beszkenneled az eredeti borítót. Szóval beszkenneled az eredeti borítót. Ezt most amennyire lehet, megpróbáljuk így el simítani rajta. Aztán pánik ne legyen, mert újra megy a prés alá. Egyelőre oké, és jön a túloldala. Ez itt egyszerű alkoholos papírtörlő, ami még leszedi a maradék maszatot, és segít az elsimításban. Nézd meg, még mindig van rajta trutyi. Jó. Ha nagyjából megvagyunk, akkor ez most megint mehet a prés alá. És egy újabb préselés után tulajdonképpen ez így már majdnem, hogy készen is van. De én annyit szoktam még, vagy annyit most megteszek, hogy biztonságosabbak és trapabíróbbak legyenek ezek az élek, hogy a már mutatott filmoplaszttal adok neki egy kicsit. Ezt így nagyjából lemérjük, hogy mekkora csík kell. Elpróbálom mutatni, hogyha nem láttál még ilyet, akkor tudod, hogy ez hogy működik. Feltéve, hogy fel tudom ezt most bontani. Szóval a filmoplasztot így lehúzod, a hátsó részét, van rajta egy vágóka, amivel el tudod vágni. Így akkor... Én az egészet úgy, hogy az eredeti borító is benne legyen, átragasztom még. Csak a pofásság kedvéért, de rossz így, hogy egy kamera van az arcom előtt. És átfordítod. Így már garantáltan nem hajlik fel az eredeti ráragasztott borító sem. És hát strapabíróbb is, mert itt lesz egy ilyen keményítés, és ezt körbe mind a négy oldallal megcsinálom. Ez már tényleg csak egy csiribiri a végére, hogy ne az a barna papír legyen itt, ezért én még ide teszek egy ilyen kis védő papírkát ráragasztunk. És ha újra kipihente magát a prés alatt, akkor mondhatni, hogy számomra ez a könyv elkészült. Pont ennyit akartam vele kezdeni. Mehet a polcra, de előtte el kellene olvasni. Ebben a kisregényben egy gyermekcsapat kalandját mondja el a kiváló szerző. A gyermekek a kastély hatalmas parkjában ütik fel tanyájukat, és egy elrejtett lakatlan váracskát szállnak meg. Ez a vár a Boszorkányvár. A Boszorkányvárban és körülötte folyik le ez a gyönyörű történet. Nagyon szép a grafikája is.
Így kell, nálam. Új életre Kosáriné Réz Lola és a Boszorkányvár című regényke. Hát nem mondom, hogy ez egy vérprofi munka volt, ezt azért nem adnám senki kezébe, de hát nem is vagyok még profi könyvkötő, ugye? De ilyen kis amatőr melónak tök rendben volt. Remélem, hogy jól szórakoztál ez alatt, vagy jókat röhögtél alatta. Hello!